Jézus koncertjére gyűltek össze az érdeklődők a soroksári Nagyboldogasszony templomban, hogy egyházi énekekkel köszöntsék a tavaszt. A kórus találkozón az öt soroksári kórus mellé két vendég, a Danubia Vox vegyeskar és a Budapesti Szlovén Egyesület népdalköre is betársult, akik szlovén nyelvű művekkel is gazdagították az így is széles magyar és váb nyelvű repertoárt. Mielőtt azonban Mozart, Bach vagy Liszt szerzeményei zenték volna be a templomot, Weinmann Antal, soroksári alpolgármestere mondott néhány bevezető gondolatot. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a soroksári pedagógus kórus által rendezett kórus találkozón én köszönhetem Önöket Budapest főváros 23. kerület soroksár önkormányzatának, valamint a soroksári német nemzetiségi egyesületnek a nevében. Külön tisztelettel köszöntöm a soroksári pedagógus kórus valamennyi tagját, és köszöntöm a vendégkórusok szereplőit. És köszönettel tartozom Fehérvári Lajos plébános úrnak a lehetőségért, hogy Nagyboldogasszony templomunk falai között ez a koncert megrendezésre kerülhetett. Különleges ez a hely mindannyiunk számára, és felemelő érzés, hogy itt szólhatok Önökhöz. A templom Isten háza. Itt nincs helye a sablonos világi beszédeknek. Helye van viszont mindannak, ami az emberi szívből feltör. Legyen az fájdalmas vagy örömteli. A közös éneklés és annak hallgatása tágra nyitja a szívünket, megtisztítja gondolatainkat és érzelmeinket. Akik itt együtt vagyunk, ezt az érzést mindannyian tapasztalatból ismerhetjük. A keresztény liturgikus hagyomány kezdettől hiszi, hogy a templomi ének az angyalok kórusának énekéhez csatlakozik. Ez a hit arról is szól, hogy a szívből fakadó, őszinte ének képes az embert, az emberrel összekapcsolni, a láthatatlan szellemi szférák segítségével, és őket egy egységé kovácsolni. De mi ennek az egységnek a titka? A belső kohéziós erő, a ragaszkodás egy nemesebb cél iránt. A kórus találkozó nem liturgikus esemény, de annak a ténye, hogy ezen a megszentelt helyen történik, külön üzenete lehet számunkra, függetlenül attól, hogy valaki hívő, vagy nem hívő, vallásos. A tavaszi hangok ötletgazdája és szervezője Fét Istvánné, a soroksári pedagógus kórus vezetője volt, aki egy felkérésre csöppent bele a felnőtt kórusok világába, de onnan kilépni többé már nem tudott. A pedagógus kórus január óta készül erre a koncertre, erre a hangversenyre, és Bach, César Franck egy tradicionális dal. Ezzel a műsorral készültünk, tehát igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy tavaszhoz is legyen köze a templomba, illő is legyen a műsorunk. Mióta létezik olyan, hogy pedagógus kórus? Most már 16 éve működünk, 16 évvel ezelőtt az Óvonők kezdeményezésére alakult, és a Galambos János Zeneiskola igazgatója Jakab Gedeon úr engem kért fel. Én kicsit nehezen álltam kötélnek, mert addig mindig csak gyerekkórusokat vezényeltem, és tartottam a felnőttektől, de nem bántam meg, sőt, nagyon-nagyon örülök neki, hogy vannak egy remekül összekovácsolódott kis társaság, és elég széles a repertoárunk, mondom, Bachtól, Bartók, Kodály, Bárdos, Handel, Mozart, tehát mindenféle van benne. Vegyes kórusról beszélhetünk? Nem, csak női kar. Csak női kar. Hány tagot számlál? Jelenleg 16-ot. Jó lenne egy kicsit bővülnünk. Most ez is az oka annak, hogy itt említem meg, hogy nagyon szépen köszönjük Jakab Gedeon úrnak, a zeneiskola igazgatójának, hogy 15 éven keresztül a zeneiskola adott otthont a kórusnak és a kórus próbáinak, meg több fellépésnek is. Viszont többektől hallottuk, hogy szívesen jönnének énekelni, de elriasztja őket a pedagógus név, hogy ők nem pedagógusok. Most ez is egyik oka, hogy áttettük a próbahelyszínt a Táncsics Művelődési Házba, így talán már a nevünket szeretnénk megtartani, mert a mag az óvónénik maradnak, de talán szívesen vagy bátrabban jönnek azok is, akik nem pedagógusok.
Tehát akkor nyitott azok számára is, akik nem pedagógusok. Így van, és nagyon sok szeretettel várunk minden énekelni szerető hölgyet. Nagyjából hány koncertet ad a kórus egy évben? Az adventi időszak a legsűrűbb, akkor 4-5-öt, itt Soroksáron, Erzsébeten, Operaház, illetve tavaly az Erkel Színháznál volt, akkor a Deák téren, tehát az a legsűrűbb időszak. Hogy jött az ötlet erre a tavaszi hangok kórus találkozóra, és miért pont azok a kórusok vesznek részt, akik ma itt megtalálhatóak? A kórusok nagy része soroksári, és hát az ötlet, hogy most épp ilyen szereplési szünet van a kórusnak, legalábbis a miénknek, és hogy akkor legyen valami, és kicsit ismertessük, szeretessük meg a közönséggel a kórus műfajt. Az átlag életkora a kórusnak az inkább középkorú, vagy azért fiatal generáció is található? Sajnos egy kicsit már a középkor fölött kezdünk lenni, de annak ellenére a lelkesedés az óriási, ami szerintem az egyik legeslegfontosabb. Az éneklés szeretete, meg hogy együtt vagyunk. Előképzettség esetleg van a kórustagoknál? Hát az óvónéniknek feltétlenül, ugye ők az óvónőképzőben tanultak énekelni, kottát olvasni. Van egy-két olyan kórustagunk, aki épp hogy csillabizálja a kottát, de azért akik ott vannak körülötte, mind segítenek meg. Hát próbálunk annyit, hogy mindenki meg tudja tanulni. Bárkányi Gabriella kántorkarnagy kórusát fuvolaszó és az általa játszott zongora játék is kísérte. Kérdésünkre elárulta, a Galambos János Zeneiskola zongora és furulya tanáraként közel 30 éve ő maga is komponál könnyű zenei és egyházi énekeket. Ezekből hozott néhányat a találkozóra. Vettem a bátorságot magamnak, és a saját szerzeményeimet hoztam el, mert most már elég régóta, hát több mint 30 éve írok egyházi könnyűzenei és klasszikus műveket, illetve hát más jellegű dolgokat is komponálok. Honnan jött ez az alkotási vágy, és milyen témaköré, nyilván az egyháziak az egyértelmű, de mi sarkalta arra, hogy ön is a kotta írásra adja a fejét? Hát az első inspirációt az adta, hogy 30 évvel ezelőtt, amikor a plébánián megalakult az ifjúsági kórus, akkor volt egy nagyon tehetséges tanítványom, aki remekül írt verseket, és két nagyszabású oratóriumot írt, és ezeket én megzenésítettem. És amikor elkezdtünk gyűjteni az új templomra, erre a szép Fatimai Mária templomra, akkor ezzel a két szerzeménnyel, illetve az elsővel elindultunk az országba, és gyűjtöttünk az előadásunkkal ennek a templomnak a felépülése javára. Így indult. Milyen felállású ma a kórus? Ez még mindig inkább ifjúsági, vagy azért ez már nem az a kategória? Hát, mint mondtam, 30 év telt el, úgyhogy a ifikből most már lassan nagymamák lettek, de természetesen mások is csatlakoztak a kórushoz, de a legnagyobb problémánk pontosan ez, hogy nagyon-nagyon kevesen vagyunk, és a klasszikus kórusban nem nagyon jönnek az emberek, úgy most is bajba vagyunk, mert 3-4 ember hiányzik, és az már nagyon-nagyon meghaladszik. A mi templomunkban nagyon nagy szerencsénk van, mert két ifi kórus is, illetve gitáros énekkar vagy zenekar is működik, és ők elvonzák a gyerekeket. Az is fontos. Ma már népzene szintre emelkedett Sia Jenőnek a szerzeményei, és a többi sok-sok jó zene, mert jó zenék, csak nem klasszikus. Mi szerepel a repertoárban, a kórus repertoárjában a mai nap? Hát a mai nap az én szerzeményeimet, amit Kurcina Terézia költőnő verseire írtam zömében, illetve egy Alleluja kórus, amit ugye 500 főre is el lehetne énekelni, csak sajnos ennyien vagyunk, ahányan ma eljött. Ez az első ilyen találkozó, vagy azért ilyen kórus találkozókon máskor is szokott az önkórus részt venni? Hát az az igazság, hogy nagyon ritkán adódik alkalom rá, és nagyon örülünk, hogy van ez a lehetőség, és köszönjük a szervezést, meg ezt az egész lehetőséget, mert ez nagyon nagy dolog, és meg kell mutatni magunkat, hogy van ilyen. Ez egy nagyon komoly része a kultúránknak. Helfrichné Szente Erzsébet egész életét Soroksáron élte le.
Tanított, majd nyugdíjazása után is azt érezte, van még feladat, amit a kerületért megtehet. Így került kórusa a Danubia Gyöngye élére. Nagy örömmel készültünk erre, hiszen Fét Lászlóné Gabika általános iskolai társam volt. Egy év folyamra jártunk, egyébként pedig én is a Grassalkovics Antal általános iskolában dolgoztam, és 40 éves énektanári munkám után kerültem nyugdíjba 2012-ben, és 2013-tól pedig vezetem ezt a mostani kis csapatunkat, akik először egy népdal körként szerveződtek néhány taggal, és hála Istennek mostanra már 25-en vagyunk. Nagyon sokan vannak, akik bár ugye amatőrök, de mégis hangszeren játszanak, és ez nagy öröm számunkra, hogy ebben színesíteni tudják a mi kis közös munkánkat. A mai nap mit hallhat majd a közönség a kórustól? A népdalok szeretetén túl mi egyházi és világi műveket is egyaránt énekelünk. A mai napon a templomi készülődés alkalmából három csodálatosan szép egyházi művel készültünk, tulajdonképpen Mozart Ave Mariájával énekeltünk már Salzburgban, a Domban énekeltünk, a Mátyás templomban Leo Dölibérnek a miséjéből, és abból egy részletet szeretnénk előadni. Sok felkészülés előzte ezt meg, vagy ezek már a repertoár részei voltak, és csak elő kellett venni? Igaziból van, ami már előkészületeket is, sok előkészületet jelentett, és van, amivel már szerepeltünk, van, amivel pedig hát új műként készültünk, és szeretnénk a továbbiakban is, és hát a népzenén keresztül is nyilván ápolni a hagyományokat, Soroksár hagyományát, mint soroksári születésű, és aki 40 éve itt dolgozott a kerületben. A sváb dalok mellett egyértelmű színfoltja volt a találkozónak a szlovén nyelven egyházi énekeket bemutató Budapesti Szlovén Egyesület népdalköre, akiket harmonikán Cserpnyák Hugó kísért. Ő először szlovénul, majd magyarul is mondott pár szót, mielőtt átadta volna a szót a kórus vezetőjének, Zádoriné Kovács Orsolyának. Dobar dan, lepo pozdravim vam. Mi smo 8 let skup pridali spevati. 10 ali 12 človek, stari pa mladi to delajo. Többit magyarul mondom. Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a nézőket. 8 éve alakultunk, és 10-12-en rendszeresen énekelünk, együtt vagyunk, 8 éve énekelünk. Én tudok harmonikálni, magamtól tanultam harmonikálni, és megkértek, hogy kicsit kísérjem az együttes, könnyebb úgy megtanulni az énekeket. Tehát előjátszom, és akkor ők hallgatják, és úgy, mert ugye mindenki nem ismeri a kottát, ezért Orsika nagyon profi ebbe a kotta olvasásba, meg az ütem, meg minden, tehát nekem is segít, meg a, ugye a együttesnek, és ez így nagyon jó összejövünk, és hát szerintem szépen énekelünk, majd meg tetszenek látni. Úgy kezdődött az egész, ugye én magyar nevű vagyok, tehát magyar nemzetiségű, de a férjem Rába vidéki szlovén, és felköltözött Budapestre, és kereste a többieket, hogy hol vannak, és megtalálta a Budapesti Szlovének Egyesületénél, és ezután tudta meg a vezetője, Pavlics Irén, a Szlovén Egyesület vezetője, hogy én éneket tanítok az általános iskolába, tehát karvezetést is tanultam, és nagyon megörült, mert már régóta szerette volna, lett volna egy kórus, és nem találtak karvezetőt, és akkor felhívott engem telefonon 2011-ben, hogy nem vállalnám el. És végül igent mondtam, mondom, próbáljuk meg. Ugye senki nem énekes ebbe az énekkarban, hanem akik Rába vidékről jöttek, illetve a családtagjaik, ők énekelnek ebbe a kórusba. Tehát aki mondjuk magyarhoz ment férhez, akkor ő is jött. Tehát több magyar és több szlovén van így fele-fele-felesbe van az együttesben. És akkor neki indultunk. Tulajdonképpen két hetente tartjuk a próbákat, kivéve, hogyha előadás van, akkor előtte azért többször összejövünk. Rába vidéki népdalokat szoktunk egyébként énekelni,
mert meg szeretnénk őrizni a kultúránkat, ami hát ugye egy pár rábavitéki falu a határszélen, szlovén és Ausztria határán élnek ők. Nekik vannak népdalaik, ugye két szólamú, és azoknak már hál' Isten le is írták kottába, tehát van két kotta, amiből lehet tanulni, illetve hát Hugo, aki az előbb beszélt, ő onnan származik, és ő is azért mondogatja, hogy mit tud játszani, és hogy miket énekeljük. Tehát ő nagyon sokat segít nekem abban, hogy mi legyen a repertoár. Hogy jött ez a mai napi részvétel? Tehát kivel volt kapcsolat, és hogy jött a meghívás maga? Hát egyszerűen jött, mert én a pedagógus kórus tagja is vagyok itt Soroksáron, és itt is tanítok, úgyhogy Fétné Gabriella kérdezte, hogy jövünk, mi már egyszer felléptünk egy ilyen nemzetiségi találkozón, és akkor megpróbálta most is, hogy hát nem jönnénk el, és szívesen vállaltuk, úgyhogy mindent megteszünk, hogy jól hangzon, a kis kórusunk már sajnos, hát 10 vagyunk, úgyhogy egyre kevesebben, de mindent beleadunk, remélem is. Jól fog sikerülni az előadást.